Egy nagyon jó költségvetést tartok a kezembe. Ugye? Mintegy 6000 lakója van Székesfehérvár 2-es választókörzetének. A város ezen területén számos liget és zöld felület is van, amelyek az itt élőkön túl is sok fehérvári lakost vonzanak. Mindezek alapján alakították a 2013-as esztendőben tervezett fejlesztéseket, amelyekről a terület képviselője Gyóni András adott tájékoztatást. Koronás park célja, hogy a terület egyik legnagyobb fejlesztése a Koronás park lesz a volt Vidán park helyén. Ez a beruházás a tervek szerint 2014 tavaszára készül el. A Koronás park kialakítását 100%-ban pályázati forrásból 350 millió forintból valósítja meg a város. Ebből lesz egy olyan park, ahol pihenni is lehet, tanulni lehet, tehát Székesfehérvár történetét fogjuk bemutatni, lesz ott egy ilyen vetítőterem is, előadóterem is, ahol órákat lehet tartani diákoknak. De ez egy nagyon jó dolog, mert a városnak évek óta problémája ez a Vidán park helyén kialakult szörnyű állapot. Nem csak a volt Vidán park területe, hanem a közvetlen mellette fekvő liget is megszépül idén. A Rózsaliget is megújul idén, a Csitári kút környékét parkosítani fogják és térkövezik is majd, valamint itt a Rózsaligetben a támfalat is felújítják. Az Icsi-liget rendezésére 8 millió forint szerepel a költségvetésben, ebből elbontják az aszfaltjárdát és új járda épül térkőből a főutcáról kibontott szegéllyel. 4 óvoda felújítására pályázik Székesfehérvár, ezek közül az egyik a 2-es választókörzetben lévő Rákóczi úti óvoda. A pályázati támogatással ebben az intézményben a homlokzati nyílászárók cseréjét és az épület hőszigetelését valósítaná meg a város, de tervben van a fűtésrendszer korszerűsítése is.